Víz már van, vendég még nincs a sóstói 50 méteres úszómedencében. Már csak pár napot kell várnunk arra, hogy megmártózzunk benne. Szombaton nyit az élmény és parkfürdő. Aznap minden 10 év alatti ingyen bemehet, ez fontos, hogy a lakcímkártyájuk legyen a szüleiknél. A gyerekeket ajándékkal, a nagyobbakat pedig búvároktatással, egészségügyi szűrésekkel várják. Programokból később sem lesz hiány. Az éjszakai fürdőzések június közepén indulnak el heti kétszer, a szokásos nyári rendezvényekről pedig idén sem kell lemondanunk. Az első nagy rendezvényünk a június 28-án lesz, ez a Sóstófest, 7. alkalommal. Annyi változása, hogy a tófürdő beruházás miatt most nem a tófürdő fog otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem a sóstói katlanban kerül megrendezésre. Ez nyilván a fiatalok által kedvelt rendezvényről van szó. Tavaly jelzések alapján, akik indultak a Barkácsbokrács vagy Sárkányhajó versenyen, ez egy összevont rendezvényünk volt, ezt most szét fogjuk bontani. Július 13-án és július 20-án lesz az egyik, az 13-án a Sárkányhajó Fesztivál, 20-án pedig maga a Barkácsbokrács amatőr főzőverseny. Július végén ismét megrendezik a strandfoci bajnokságot, augusztus elején pedig a Sóstó-Serfesttel készülnek a Krúdi Vigadó előtti téren. Festik a csúszdát az olasz medencénél, ezt egyelőre nem használhatják a fürdőzők, március óta a rekonstrukció alatt áll ugyanis. Ez az acél szerkezetek megerősítését, részleges cseréjét, festését is jelentette. Sajnos az elmúlt hetek időjárási viszonyai miatt nem tudtuk azt az ütemet tartani, amit kitűztünk magunk elé célul, és így május 24-én nem tudtuk befejezni ezt a munkát. Itt egy másfél hetes csúszás várható, úgyhogy az elkövetkező június 1-én megnyitunk, de az olasz medence szolgáltatásait nem lehet lesz igénybe venni. Ha igazak az időjárási előjelzések, akkor azt gondolom, hogy ha tényleg 20 fok lesz, remélem, hogy nem, akkor talán a beltéri csúszdapark úgyis sokkal kedvesebb lesz mindenki számára. A fürdő mellett épülő 4 csillagos szállodához 2 ponton is csatlakozást építettek ki. A cél, hogy később a gyógyászati részleggel is legyen összeköttetés. Jó ír, hogy a belépők árai nyáron nem emelkednek. A fürdő bevételének 65-70%-a egyébként elsősorban július-augusztusban jön be. Tavaly 500 000-nál több vendég volt vállalati szinten, közülük 270-280 ezeren nyáron érkeztek. Ennek megfelelően idén is erős szezonban bíznak.